fontosnak tartom ezt a részét, hogy, hogy valaki tényleg azon a vonalon legyen, amit szeret, és senki másnak nem kell elhinnie, hogy most ő mit szeretne elérni, mit nem elég, hogyha te magad tudod, hogy mit szeretnél elérni. Én tudtam, hogy mit szeretnék elérni, azt, hogy, hogy elismerjenek ezzel a munkával, és nem pedig azzal, hogy mondjuk az éjszakába jártam hétvégente. Tehát inkább nekem ez volt utána már a motivációm a munkatársaimmal ugyanúgy viszonyulok mind anyagilag, mind emberileg, mint saját magamhoz. Tehát én nem egy kizsákmány. Nem csak elvársz, hanem adsz is. Így van pontosan. Tehát, hogy nem egy minimál dolgoztatok valakit, hogy ne itt van is, akkor csináld meg. meg hol. Te meg learatod a babírokat. Van, rövő. én meg learatom, mint ahogy a legtöbben szokták csinálni, hanem hogyha van mondjuk egy nagy projekt, mi ezt mind munkaügyileg, mind anyagilag is megosztjuk egymással. Tehát nekem nem az a célom, hogy kizsákmányoljak három-négy építést, hanem hogy közösen valami szépet alkossunk, és nyilván, hogyha együtt szívtunk, akkor, együtt nevetünk. Így van, pontosan. A másik, amit minden megrendelőnél is kiszoktam emelni, hogyha még látsz egy szép látványtervet, vagy valamit szépen megtervezve, hogy lehet, hogy ez egy kicsit nyersen hangzik, de nem ő miattuk, hanem saját magam miatt csinálom ezeket a terveket úgy meg, hogy abban ne lehessen belekötni. Tehát ezzel is a saját, hogy mondjam, ezt a maximalizmust erőltetem, mert, mert Isten igazából nekem nagyobb örömet ad egy szép ház, amikor elkészül szerintem abba a pillanatban, mint magának a megrendelő. Meg. Szerintem ez fantasztikus, hogy ezt éled meg, hogy a saját belső szándékot hajt, szenvedélyet hajt. A, a szenvedélyem gyakorlatilag pontosan, ezt nagyon jól mondtad. És szerintem ez az egyik legjobb dolog az életben, szerintem, ami rátalálhat az emberre. Tehát a, egy olyan élethez, amit mondjuk szeretne boldogan megélni. Szerintem ez az egyik legfontosabb, és azért mondom, hogy én ennek nagyon örülök, hogy nekem ez sikerült megtalálni. És, és tényleg, ha kérdeznéd, hogy mi a sikertitka, szeretni kell, amit csinálsz. Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Dura vállalkozásot beszélgetés sorozat, és egy nagyon régi barátomat hívtam most el hozzátok, Kis Csaba építészmérnök van itt velünk. Szia Csaba! Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy itt lehetek. Nekem két uh, ilyen fő csapásvonal van, így, amikor beszélgetéseket uh, uh, szoktam, meghívok embereket beszélgetni. Ugye az egyik irány az az, amikor vállalkozásról beszélgetünk, a másik az ja. meg olyan, amikor olyan karaktereket hívok el, akik számomra érdekes az életútjuk, és tanulságos lehet sok mindenki számára. Na most te egy ilyen hibrid vagy. Aha, eh, kar, valójában de. valójában úgy kezdtem el, hogy ez a terems a vállalkozásod beszélgetés sorozat, de arra gondoltam, hogy mivel mi hát, több mint húsz éve ismerjük egymást, körülbelül ennyi legalább, ah, hogy egy kicsit biztos. beszélgessünk arra, hogy honnan is. Mert, semmit nem beszéltünk meg a beszélgetés előtt, tehát van, én felhívtalak, hogy gyere, Itt mondtad, van. hogy össz, és akkor dumáljunk egy jót. És azt gondolom, hogy nagyon sokaknak lehet példa az, hogy, hogy milyen utat jártál be. Ki, most egyébként kezdeném mondani, hogy hol vagyunk most. Ugye van a az oldalad, a Facebook oldal, ami a vállalkozásodnak igen, az oldala, igen. a a.hu, ami egy vizuális élmény, tehát én imádom, én is követője <laughs> Összem, vagyok, szépen. és ja, most már több mint 40 ezeren követik az oldalt. Igen. A szép házakban az előző hónapban megjelent egy belső építészeti terved. A legnagyobb követettségű Facebook oldal, ami ebbe a témába elérhető, a 31 millió követővel megosztotta az egyik ilyen. Igen, igen, ez a Architecture and Design oldal is. Tervedet és brutálisan sokat kell várni arra, hogy valaki veletek tervezhessen. Hát igen, hát a brutális az relatív, de igen, azért egy fél éves várólista azért most van jelenleg körül. Hát ahhoz képest, amikor arra szoktat most a világ minket, hogy mindent azonnal megkapunk, ahhoz igen. képest sok egy fél év, mert most már inkább arról szól, hogy egy hónapon belül én meg akarom kapni a házamat, vagy bármi hát esmír. Pontosan, igen, most azért elég sok az építkezés, eléggé beindult az építőipar, aztán senki se szeret várni, hát viszont nálunk azért muszáj, mert tényleg hónapokkal előre tudjuk csak azt az időpontot biztosítani. Na, de hát a beszélgetésünk Második felében szeretném megtudni, hogy mi ennek az oka vagy titka. De először menjünk oda vissza a gyökerekhez, hogy mi honnan is ismerjük egymást, mert uh, Hát nem akarok spórolni így a szavakat, mi egy kocsmába jártunk <laughs> így, konkrétan, han, pontosan, és viszonylag sokat fogyasztottunk ott, amire szerintem egyikünk sem büszke, de az életünknek a része volt. Pontosan, ez így van, hát mind a ketten ugye miskolci származások vagyunk, Igen. én jelenleg is miskolcon vagyok, és így van, egy szórakozó helyre jártunk mi elég gyakran. Hát akkor még nem az üzletről, meg a jövőről szólt szerintem se neked, nekem az éjszakáim, így van, és innen ered az ismerettségünk. Én azért gondoltam, hogy egy kicsit azért menjünk ebbe, ebbe a részbe, mert egyrészt hát én a saját múltamról is szoktam beszélni, és téged ilyen értelemben egy kicsit belekeverlek, de az oka ennek az, Csabi, hogy én a, most a vírus előtt még nagyon sok iskolában tartottam előadást önbizalomról, önbecsülésről, célokról, ilyesmikről, és amikor beszélgettem a fiatalokkal, a gyerekekkel, akkor sokszor elmondták, hogy mi, megkérdeztem, mi a legnagyobb kihívás számukra. És az egyik az a megfelelési kényszer volt, amiről beszéltek, de most a másik miatt hoztam ezt szóba, mert hogy a, a követendő példa hiánya. És most a fiatalok, a, nagyon sokan megkérdezett tőlük 2021-ben, hogy mi akarsz lenni, nagy leszel, influencer. Tehát az, az hogy, az, Így, hogy ja. a, abból az állapotból, vagy abból a gondolkodásmódból, ahol annak idején tartottál, és Hát tényleg próbálok finoman fogalmazni, de azért elég intenzíven élted az életed, így két végén égetted a Ugyanezt dolgokat. ezt akartam én is mondani, így van. Nem És tudom, hogy láttad-e a, a Queen-ről készült filmet, a Bohem rhapsody Nem. Abban nagyon kemény volt az jelenet, amikor a, a barátnője meglátogatta Freddy Freddie mercury mikor ilyen nagyon-nagyon a bulis időszakát élte, és így körbenézett a lakásába, és mondta, hogy úristen, Freddy, hát te két végén égeted a gyertyát, és mondta, hogy igen, de gyönyörű a lángja. Így tehát, van, hogy így pontosan, akkor azt élted, nah, meg igen, gondolom, hogy éltük. Igen, tehát, így van, pontosan. Így van. Én is ugyanezt éltem meg, és hát igen, akkor még ezek a dolgok mentek, tehát a bulizás, csajozás éjszakába, minden este, amikor lehet, és egyébként nagyon jól mondtad, én is nagyon jól látom, mert van több fiatalabb ismerősöm, barátom, hogy nagyon nagy a céltalanság a mai fiataloknál. Tehát gyakorlatilag semmit nem tudnak. Nem is az, hogy két év múlva mi lesz egy, 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 egy tágabb jövőképet, semmit nem látnak. Én szerintem magukról, és ez nagyon nagy hiány. Nyilván én is ilyen voltam, tehát azért nekem is tudom, 15 éve, ha megkérdezték volna, hogy akkor most mi lesz, hogy lesz, akkor lehet, hogy én is nehezebben tudtam volna válaszolni olyan dolgokat, amik építő jellegűek, vagy pedig előre visznek. De, de egy ilyen tíz éve eljött nálam egy nagy választás, nem is lehetőség, hanem egy nagy választás, hogy akkor most melyik irányba is induljak el, és elég sokat, szerintem éveket gondolkoztam azon, hogy akkor most melyik ez a az a fajta élet, ami mondjuk nekem tetszene. Mert azért láttam a rossz részét is, láttam sok jó részt, és, és volt egy, egy olyan történés, ami engem arra késztetett, hogy akkor ezt most eldöntsem, hogy én most melyik utat fogom választani. Hát megmondom őszintén, mm. ez egy kapcsolat vége volt nekem tíz évvel ezelőtt, és ugye sokan mondták akkor is, volt barátnőm is, barátaim is, hogy Á, ne csináld ezt, ebből úgy se lesz semmi, ebből nem lehet megélni, stb. Mm. És uh, Isten igazából bennem akkor robbant be egy ilyen, egy ilyen teljesítési vágy, hogy én akkor is akkor inkább maradok a jó úton, lehet, hogy nehezebb lesz, de akkor is meg fogom mutatni, hogy bárki el tud érni sikereket, akár onnan is, hogy a nulláról gyakorlatilag, mert tehát nekem semmiféle előtörténetem, hátterem, ismerősöm nem volt így az építőiparba, építészetben, tehát gyakorlatilag a nulláról kezdtem el ezt az egészet olyan örömteli volt látni, hogy egyetemet végeztél, hogy elmentél a Debreceni Egyetemre, és hogy, hogy ilyen szép hivatást választottál, és én Itt azért van. vagyok nagyon hálás, hogy azt mondom, hogy valamit is értékelek a social media platformokban, akkor ez volt, hogy egyszer csak bejelöltél, és azt láttam, hogy megnéztem az idővonaladat, hogy úristen, milyen jó Csabi, hogy milyen jó dolgokat csinálsz, tettem, akkor írtam is neked, Igen. hogy büszke vagyok rád, hogy tök jó, hogy így, mert egy teljesen másképp volt bennem, mert ott ugye elsodort az élet minket, évekig nem találkoztunk, és hát bennem még az a kép volt, amiről ezt megelőzően beszéltünk, Pontosan. és azért örülök, hogy így megtisztelsz azzal, hogy beszélhetünk erről a kontrasztról, mert szerintem így még édesebb a gyümölcs annak, én, ahol jutottál. És szerintem nagyon fontos is a kontraszt, tehát én úgy gondolom, hogy mindenkinek látnia kell a rossz részét is az életnek, és látnia kell a jó részét is, mert egyébként nem tud dönteni, tehát szerintem csak valamerre megy akkor egy irányba, ami, ami nem hiszem, hogy mondjuk pont a legjobb helyzeteket fogja szülni, de mivel én úgy gondoltam, hogy így van, éltem éjszakai életet is, éltem közben én egyetemre jártam, nekem nagyon fontos volt egyébként, hogy hogy az iskolát azt csináljam. Tehát akármilyen kicsapongó életet is éltem, azért az az egy nekem mindig egy fix dolog volt az életemben, úgymond, hogy én egyetemista vagyok, egyetemre járok, és ugye nyilván szerettem is rajzolni, szeretek is rajzolni, szeretek tervezni, tehát emellett ez meg volt, csak egy pár év után mondom, döntést kellett abba hoznom, hogy most tényleg ezt az önpusztító, önző életet viszem tovább, vagy akkor megpróbálok egy teljesen más irányt, és hát úgy néz ki, hogy eddig sikerült a jó úton mennem, vagy haladnom. Ez szívből gratulálok. Sőt, Eszemel. én azt látom, hogy exponenciálisan nő ez, mert a szakmai elismerések is jönnek, a Így média van. megjelenések is egyre inkább. Igen, igen. úgyhogy ennek is nagyon örülök, és a meghívásnak is egyébként. Mindig is szerettél rajzolni egyébként? Igen, mindig szerettem. Hát ez nálunk úgy működött, hogy ugye van két testvérem, van egy ikertestvérem, ezt nyilván te is tudod. És, és már még kiskorunkban is folyamatosan legóztunk, tehát szinte csak legó volt otthon a házba. Mindig építettünk mindent, kis házikókat, tehát gyakorlatilag már innen eredeztethető ez a úgymond alkotási vágy vagy kényszer, illetve az iskolába is folyamatosan firkálgattunk minden fizetünket, könyvünket, stb. Tehát, hogy ezzel voltak problémák is, tanárok folyamatosan uh -huh. ugye lecsesztek emiatt, hogy szajna szét van firkálva egy, egy, egy oktatókönyv, stb. És hát ez gyakorlatilag így meg is marad bennem ez a mindig valamit rajzolgassunk, alkossunk, csináljunk, és amikor oda került a sor, akkor számomra egyértelmű volt, hogy ez az a pálya, ami, 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 nekem mondjuk fekszik, akkor úgy gondoltam. A klasszikus oktatási rendszer, ugye kétfajta intelligenciát ismernek eredendő, eredendően ez a verbális, tehát ha valaki egy gyerek szépen tud szavalni, akkor ő Tehetséges, a másik pedig a logikai, tehát hogyha így fejben tudjól összeadni, akkor ő egy zseni. Ha nem, ha ezek egyik sem, akkor kuka. Most így szélsőségesen mondom, de ebben nőttünk fel, legalábbis én mindenképpen is jó esélye még a te idődben is, sőt, hát vannak még ebből a maradványok, az alternatív oktatási rendszerek már törekednek arra, hogy ezt így szélesebb Szépen. körben vizsgálják a tehetséget. De most azért kapcsolódom ehhez, amit most elmondtál, hogy látod, neked is az volt, hogy azt kaptad, hogy miért firkálsz, miért ilyesmivel foglalkozol. Pontosan. Holott a Gárner-féle intelligencia típusokból ez egyik kiemelkedő, amit úgy hívnak hogy térbeli intelligencia, és tipikusan a lakberendező építészmérnök, hmm. egyébként ebben benne vannak az olyanok is, akik mondjuk jól tudnak tájékozódni, taxisofőr, tehát hogy elmegy valova egyszer, egy valószínűleg te is hasonló lett, akkor már visszatalálsz igen, oda a térképnél egy igen. Ez egy adottság, ez egy igen. nagyon komoly tehetség, amivel megáldott téged az ég, és ez tök jó, hogy így felfedezted magadban, és annak ellenére, hogy a igen. tanárok ezt akkor nem értékelték benne, te ezt követted. Így van, mert én éreztem azt, hogy bennem megvan az a plusz ahhoz, ami mondjuk ehhez a szakmához kell, és most őszinte leszek egyébként, az egyetemen voltam a legjobb tanuló, tehát nem én voltam a diplomadíjas, nem én voltam a tanárok kedvence, a terveimet nyilván nagyon szerették, de ugye egy kicsit olyan vagyok, hogy ami érdekel, az nagyon, ami nem, az meg egyáltalán nem és akkor engem nyilván a tervezés, az alkotás része, az nagyon érdekelt, abban nagyon ügyes voltam, viszont ugye vannak más tantárgyak is, amikkel egy diploma megszerzéséhez, abban már kevésbé. Egyébként nyilván mindent megcsináltam mm -hmm. egyébként, tehát azért is diplomáztam le, de hogy nekem az a része mindig is jobban ment, tehát hogy alkossak, és, és szerintem pont emiatt is lettem úgymond elismerte, most nem akarok más szót használni, de pont azért, mert én akartam úgy, más elcsinálgatja a dolgát, vagy bejárogat, nekem, nekem, nekem ez az életem volt akkor is, és miután dolgozni kezdtem azután is, Isten igazából, tehát nem, nem, nem volt kihívás nekem úgymond ez az egész, tehát az egyetemet is mondjuk megcsinálni, viszont ennek ellenére mondom, nem én voltam az osztálynak az tanulója, de szerintem az esetek nagy részében nem is azok szoktak utána a kinő egy adott szakmából, akik mindenből pedánsan végig ötöstre mindennek csináltak. Én úgy gondolom legalábbis, mert, mert nekik szerintem nagyon egy irányba néz a gondolkodás módjuk, és sajnos a legtöbb ilyen kollégám is volt osztálytársam, megragad egy olyan szinten, hogy mondjuk egy építész irodába ledolgozza az életét, mert ő ugye precízen tudja azt, és hogy mondja nem is szeretne kilépni ebből a komfortzónából, amiben gyakorlatilag ő van. Eszembe jutott egy könyv, miközben az a cím, hogy az ős forrás, nem tudom, hogy olvastad esetleg, <kül> építészekről szól, és ugye uh, a hivatástudat vonatkozás, amiről mm. most mondtál, az, uh, hogy gyakorlatilag egy olyan uh,

ki emelt helyzet van, hogyha valaki így meri követni a, a, a szenvedélyét, és nem azt, ami az irányzatokban meg vagy gótikus, vagy, vagy nem tudom, különböző építészeti irányzatok, ő egy, egy, újat mert felfedezni, és ezért teljesen ellehetetlenítették. Tehát most az jutott mm. eszem, amit mondtál, hogy a klasszik oktatási rendszerben, lehet, hogy nem te voltál a, a, kedvenc, de azért az elismert volt, hogy a tehetség az ott van benned. Így van, ez pontosan így volt. És igen, én is így látom, hogy nem, nem igazán. Tehát én azért érzem magam szerencsésnek, mert én úgy gondolom, hogy megtaláltam azt, engem éltet, és szerintem nagyon kevés ember van Magyarországon jelenleg, aki, aki, azt csinálja nyilván, amit szeret, és szerintem még nehezebb megtalálni azt, amit szeret, mert ugye rengeteg ismerősöm, barátom van, próbálkozik, menne, csinálna, sok dologba belevág, nem sikerülne a nagy részüknek, és, és, szerintem azért nem sikerül, mert, mert olyan dolgokat erőltetnek, ami gyakorlatilag nem önmagukat fejezi ki, és próbálnak, mert hogy a szomszédnak az bejött, nekem is be fog jönni, a Péternek, Jánosnak az meg sikeresen, akkor ő is ezt szeretné. Én valahogy mindig a saját fejem után mentem, és mikor elkezdtem cégnél is dolgozni, akkor tudtam, hogy ez egy picit hosszabb idő lesz, hogy ugye azért én is kitanuljam úgy a szakmát, hogy utána önállóan is tudjak dolgozni, viszont én, én végig biztos voltam magamba, tehát én minden nap úgy keltem fel, hogy még egy plusz nap jön, és utána két-három év, és szerintem ennek meg lesz az eredménye, és az egyébként így is lett. Tehát, hogy mondjam, elég volt az, hogy én magam elhittem hogy ez sikerülhet, tehát nem igazán érdekelt mások véleménye. Aztán nyilván egy idő után egyre több pozitív visszajelzést kezdtem kapni ugye másoktól is, hogy azért ügyes vagyok, stb., és akkor onnantól kezdve meg így elindult a lavina gyakorlatilag, mert, mert a, a, a sikert én nagyon szeretem, és nagyon-nagyon boldoggá tette az életemet azt, hogy sok komolyabb ember is dicsér, vagy esetleg munkát kér tőlem. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom ezt a részét, hogy, hogy valaki tényleg azon a vonalon legyen, amit szeret, és senki másnak nem kell elhinnie, hogy most ő mit szeretne elérni, mit nem. Elég, ha te magad tudod, hogy mit szeretnél elérni. Én tudtam, hogy mit szeretnék elérni, azt, hogy, hogy elismerjenek ezzel a munkával, és nem pedig azzal, hogy mondjuk az éjszakába jártam a hétvégente. Tehát inkább nekem ez volt utána már a motivációm. Egy gyönyörű hivatást választottam, és belegondoltam, hogy valami benned megszületik, egy álom vagy egy ilyen vízió, azt lerajzolod, és akkor utána nézed, ahogy kiemelkedik a földből. Mert ugye az oldalon leszoktátok fényképezni, hogy igen. folyamatában is Így hogy van, készülnek, igen. hogy születnek meg a, a valóságban azok, amik a te Pontosan. gondolataidban vagy a te víziódban megjelentek. Ez szerintem egy nagyon nagyszerű hát a, Szerintem minden alkotó folyamat nagyszerű, de, de igen, az, hogy valamit én kitalálok, valamit lerajzolok, ez számító berajzolom, én már látom ott, hogy mondjuk hogy fog kinézni ez az épület, és utána azt ténylegesen is elkezdik mondjuk kivitelezni, épül, tehát az is ilyen hidegrázós nekem legalábbis, mert, mert egy olyan dolog valósulott meg, amit, amit gyakorlatilag én találtam ki. Igen, tehát én ezt nagyon szeretem, és hál' Istennek a megrendelők nagy részétől is elég pozitív a visszajelzés, úgyhogy nekem az egy külön öröm, hogy mondjuk egy családi házról, ha beszélünk, mondjuk akkor, akkor, akkor egy családnak, vagy egy, egy nagyon jó barátomnak, aki család egy, egy olyan teret alakítok, kitalálok ki, amiben utána ők boldogan egy egész életet is le tudnak élni, és ez, ez ezt én nagyon szeretem. Tehát Isten igazából ez a része az, ami, ami, örömteli számomra, hogy itt hagyok valamit, teremtek valamit, és hát hál' Istennek elég sok helyen teremtődnek most ezek az épületek, úgyhogy, úgy, hogy ez engem mindenféleképpen csak előre visz. Tehát, hogy mondjam, ez egy, mint egy lavina, ez te is tudod szerintem, hogy ez hogy, hogy, működik, hogy egy idő után már, már annyira csak erre tudsz fókuszálni, vagy, vagy, vagy ezt csinálod, hogy gyakorlatilag rutinná válik utána az egész, és akkor más meg hiába kapkod, meg, meg, meg csinálná ugyanazt, ő belefullad abba, ami másnak mondjuk egy rutin. Tehát nekem a legelején például volt sok építész ismerős évfolyamtársam, mindenki, ugye, hogy te is mondtad, valakinek, aki már letett valamit, hogy hú, na, hát nekem ő nagyon tetszik, nagyon jók a munkáin, ilyesmit Sajzolok. Én mindig úgy voltam vele, hogy nem igazán érdekel. Tehát nekem volt egy elképzelésem, hogy mi szerintem egy szép épület, vagy geometriálők szerintem mik a szép formák, és én azután mentem. Tehát gyakorlatilag nem majmoltam senkit, nem másoltam senkit, hanem úgymond kitaláltam egy, egy, egy saját imidzset, egy saját stílust, és, és hát most úgy néz ki, hogy ezt úgy, úgy, nagyon megszerették az emberek, és ennek is külön örülök, tehát hogy, hogy nem valakinek a másolataiból építkezem, hanem gyakorlatilag Csináltam egy önálló dizájnt, és, és nagy részt ezért is keresnek egyébként meg. Tehát pont ezek miatt, az úgymond minimál vagy egyszerű geometriai formákra törekedő épületek miatt. Ez egyszerűen egy, tényleg egy vizuális orgazmus, vagy szemnek egy van, ilyen gyönyörködtető. Ha valaki még tényleg nem járt a kcsa.hu oldalon, akkor mindenképpen látogasson el, mert garantáltan élményben lesz része. Tehát ez egy nem szponzori együttműködés, nem, vagy nem, nem fizetett nem, reklám persze. volt, ez ösztönszerűen jön belőlem, mert nem. tényleg olyan, olyan szép, és annyira jó szándék, és annyira imádom ezt a fajta lelkesedést, ami belőled árad, amikor beszélsz erről is, én tényleg, amikor életre kelnek ezek, a, ezek az épületek, akkor olyan, olyan szenvedély sugárzik belőle, az egész Köszönöm. folyamatból. Hát azért mondtam neked azt, hogy bár fizikálisan sajnos ritkán találkozunk, de ezért hálás vagyok, hogy ilyen része is vannak ezeknek az oldalaknak, a social media platformoknak. Legalább ezt látjuk. Még És még valamit látok, Csabikám, hogy. Nagyon üdítő az, hogy itt azért lássuk be, Magyarországon nagyon sok az ember. Így van. Emellett lehet, hogy majd te árnyalod a képet, de amit én látok ide, a, a, mondjuk a, ezeken az oldalakon, az az, hogy rengetegen veled örülnek. Így És. Van. Uh, és ez nekem először ö, olyan, olyan, meglepő volt amiatt, hogy nem ez a tendencia jellemzően, és mégis nálad, meg rengeteg gratuláció a baráti körödből, az ismertség körödből, rengetegen veled örülnek, és ez, ez, ez tényleg olyan üdítő ebben a, hát finoman fogalmazva, ettől eltérő világban. világban. Így van, ezt én is így látom, és ez is nagyon nagy öröm nekem, mert szinte minden nap ír valami ismerősöm barátom, még idegen is akár, akivel nem is vagyok mondjuk napi beszélgetésbe vagy napi kapcsolatban, hogy tényleg nagyon büszke arra, amit elértem, meg hogy amit csinálok. Megmondom őszinte, hogy, hogy szerintem ez azért van, mert mostanában nagyon kevés az ilyen követendő példa. Ugye beszéltük ezt, hogy ugye én se úgy kezdtem, hogy egyből így voltam, hanem azért voltak nekem is rossz éveim, én is két végről égettem a gyertyát, ott sokan megismertek, aztán nyilván nekik is ez egy nagy rácsodálkozás lett pár év alatt, ugye, hogy hát ez a cserebogárból, ebből mi lett, így van, és, és, nagyon sokan, és nagyon sokan írnak, és nagyon sok a pozitív visszajelzés, ez nagyon nagy erőt ad nekem, mert igen, lehet, hogy van sok irigy ember, nyilván az nem fog a posztjaim alá, vagy a képeim alá írogatni, de tényleg rengetegen írnak, és, és tényleg mondom, hogy ezért, éltett, tehát gyakorlatilag még egy olyan embertől is nagyon-nagyon jó esik, akit annyira nem is ismerek. Tehát nagyon megköszönöm azt, hogy, hogy, hogy látják azt, hogy itt én csinálok valamit, törekszek valamire, van célom, megyek valami én próbálom az életemet boldogan élni és igen sok ember életéből hiányzik viszont viszont nagyon sokan ezt leírják nekem én még azt is hozzátenném, hogy ez nem csak a szakmai teljesítményednél történik meg, hanem hogyha egzotikus helyekre jól megérdemelt munka után elutazol, és onnan kiteszel egy képet, akkor is gratulálnak, és azt jelenti, hogy megérdemled Csabikán pihenj. tehát hogy szerintem ez egy annyira jó együttállás, Ó, nagyon hogy nagyon azt nagyon. érzik, hogy benne van a meló, azt érzik, hogy hogy megérdemled, és így veled örülnek, amikor ezeket a pillanatokat pontosan, is megéled. Pontosan, és mondom, ennek nagyon-nagyon örülök tényleg, mert ilyen hihetetlen dolog ez számomra, is ugye egyre többen, egyre többen. Úgyhogy... Remélem, hogy még inkább így lesz, tehát ezt kívánom. Így van, én is ezt szeretném, úgyhogy leállni nem fogok ezzel. Tehát... Mi a víziód? Most már kíváncsi vagyok rá, mert most arról beszélünk, hogy hol tartasz most. Kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit látsz mondjuk 5-10 év múlva, hol fog tartani kis Csaba? Ez egy jó kérdés. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, mennyire vagyok sikeres relatíve, de de hogy mondjam, tehát én nem szálltam el, nem szeretném azt, hogy mit tudom, mondjuk öt év múlva én otthon üljek már egy nagy villába, mondjuk itt Budán, és ne csináljak semmit. Uh -huh. Tehát ugyanúgy ezt szeretném csinálni, és uh, nincs isten igazából olyan, hogy na most én kapjam meg, mit tudom én, egy új múzeumnak a tervezését, hanem hanem nyilván egy nagyobb... Uh, Nagyobb körbe kellene ezt csinálni, vagyis szeretném csinálni. Uh -huh. Így is van három építészmérnök kollégám, tehát mi nem egyedül dolgozok, úgymond, mert ugye már annyi a munka, hogy ezt, egyedül ezt nem lehetne. Nyilván ezt lehet fejleszteni, bővíteni, viszont nagyon megválogatom a munkatársaimat is. tehát... De ez már egy olyan terület, amire nagyon kíváncsi vagyok, uh -huh. és akkor ez legyen a beszélgetés, és a hátralévő részében szabad kérnem. Csak hogy mi a titok? Tehát, hogy olyan szempontból, hogy hogy tudtál egy olyan megbízható rendet felépíteni, mert eddig, amiről beszéltél, az a te individuális tehetséged, a, a, az a fajta térlátás, az a fajta szenvedély, ami téged jellemez, amikor ezeket az épületeket tervezed. De azért ennél sokkal komplexebb, hogy egy iroda felépüljön. Tehát oda, ahogy most elkezdted mondani, azért akasztottalak meg egy kicsit, hogy akkor itt vannak olyan kollégák, akikkel bővülsz, Igen. és hogy ezt nagyon erősen szelektálod, mi alapján választasz ki olyanokat, akiket te az, a, a te irodádba szívesen Igen. látsz, munkatársak. Megmondom, őszintén, hogy én is dolgoztam előtte egy-két cégnél, és hát megnéztem azt, hogy, hogy milyen egy vezető, ő, legalábbis amire én gondolok, tehát hogy milyen egy úgymond főnök, akinek én is dolgozok, és a kollégáimat is úgy választom ki, hogy mindenkit nyilván régebb óta ismertem, tehát tisztába voltam a munkáikkal, illetve nekem nagyon fontos, hogy valaki szeresse, amit csinál, tehát csak olyan emberrel dolgozok együtt, aki szereti azt, ami szerintem ez egy öt perc alatt kiderül bármilyen üzleti megbeszélésen, hogy, hogy valaki, ahogy te is mondod, milyen hívvel, toleranciával, hozzáállással beszél mondjuk mással, egy kollégával, és, és csak azok az emberekkel szeretek együtt dolgozni, nyilván őket már ismertem, mm -hmm. tudom, hogy oda teszik magukat, tehát, hogy hasonló kategóriájuk, mint én, és nem nagyon szeretem tehát a negatív embereket, tehát akinek egy megoldásra egyből két problémája van, tehát hogy ezeket az embereket én elkerülöm, és éppen ezért egyébként nagyon nehéz is nekem jó kollégát, munkatársat találni. Maximalista vagy? Igen és ezt e, sajnos vagy nem sajnos, de másoktól is elvárom, <laughs> igen. És lehet, hogy néha többet is, mint amennyit mondjuk ők elbírnának, pont azért, mert mondjuk lehet, hogy én többet elbírok, úgymond, mind ők, és viszont ez nagyon fontos, hogy hogy mindenki tegye bele azt, amit lehet, illetve a másik fontos dolog, hogy én a munkatársaimmal ugyanúgy viszonyulok, mind anyagilag, mind emberileg, mint saját magamhoz, tehát én nem egy kizsákmányoló. Nem csak elvársz, hanem adsz is. Így van, pontosan. Tehát, hogy nem egy minimál a dolgoztatok valakit, hogy ne itt van is, akkor csináld meg, meg Te hol. Te meglearatod a babirokot. Van, én meglearatom, mint ahogy a legtöbben szokták csinálni, hanem hogyha van mondjuk egy nagy projekt, mi ezt mind munkaügyileg, mind anyagilag is megosztjuk egymással. Tehát nekem nem az a célom, hogy kizsákmányoljak 3-4 építést, hanem hogy közösen valami szépet alkossunk, és nyilván, hogyha együtt szívtunk, akkor... Együtt nevetünk. Így van, pontosan. Eszembe jutott, amikor mondtad ezt a maximalizmust a Brian Tristől, amit tanultam, ez a work hard, play hard. Play hard Tehát, hogyha ha, 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 dolgozol, azt látom, akkor a fókuszod az nagyon ott van, és utána fogod, felszállsz a repülőre, elmész innen jó messzire, igen. és akkor viszont nagyon lazítasz, tehát hogy ezt így, így külön tudod teljesen választani. Pontosan, ez nagyon is kell, így van. Én úgy gondolom, hogy néha muszáj megállnom ebbe a mókuskerékbe, mert egyébként gyakorlatilag non-stop dolgozok, tehát ez azt jelenti, hogy vasárnaptól vasárnapig, tehát mm. nincs igazán szabad napom, igen. Viszont amikor... Bocsánat, de közben mosolyogsz, amikor ezt mondod, tehát mert mindig annyira élvezet, élvezed. Majd biztosan jön az a pont, amikor ezen lazítasz, hát, de egyelőre csak, csak mosolyogva látom rajta. nonverbális kommunikációd is arról nem azt mondtad, hogy ah, mennyit kell dolgozni, hanem hogy élvezed ezt. Így van. azt szoktam mondani mindig ugye a gyerekkorra visszatérve, hogy ez ugyanolyan, mintha otthon legóznék, csak kicsit több a szabály. De, gyakorlatilag De jó, ez különbség. Jó példa. Így van. Nézzük még, hogy milyen szabályaid vannak a, az irodában, a munkában. Tehát amikor arról beszélünk, hogy work hard, tehát hogy mi az a, mi az a titok, mi az, ami miatt, mert rengeteg építész iroda van. De, így Aha. van. És hogy ezek közül mégis rád, vagy nálatok van ilyen hosszú várakozási idő. Milyennek azok, amit gondolsz még? Szerintem az elhivatottság. Nyilván ugyanez ha egy megrendelő. Mi azért dolgozunk a maiabb cégeknek is, a többi, tehát önkormányzatoknak most nem fog leveket uh -huh. mondani semmiért, de nyilván, ha egy magán megrendelő bejön, ugyanezt az elhivatottságot látja. És megmondom őszintén, hogy a legtöbb munkánk is úgy van, hogy szájról szájra terjedünk. Uh -huh. Tehát, hogy itt csinálunk valakinek egy szép társasházat, szépen kivitelezve, jól megtervezve, odatéve, és akkor el fog menni két barát. A igen, így van. igen az az a legerősebb. Meg a másik, amit minden megrendelőnél is kiszoktam emelni, hogyha mondjuk látsz egy szép látványtervet, vagy valamit szépen megtervezve, hogy lehet, hogy ez egy kicsit nyersen hangzik, de nem ő miattuk, hanem saját magam miatt csinálom ezeket a terveket úgy meg, hogy abban ne lehessen belekötni. Tehát ezzel is a saját, hogy mondjam, ezt a maximalizmust erőltetem, mert, mert Isten igazából nekem nagyobb örömet ad egy szép ház, amikor elkészül szerintem abba a pillanatba, mint magának a megrendelőnek. Én csak azt hogy körülbelül fél évvel ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt kerestelek meg, hogy én is gondolkodtam ezen, hogy is a stb. És uh, amikor így felvetettem ennek a kérdését, hogy ez hogy működik, vagy hogy neked lenne kedvet kedved kapacitásod rá, arra emlékszem, hogy hol utaztam, az autóban ültem, kihangustam volt, és körülbelül fél óráig nem vettél levegőt, addig, amíg ilyen <laughs> nagyon szenvedesen mesélt, hogy figyelj, Igen. ezt úgy kell elképzelni, és Igen. mondtad, 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 és mondom, meghallgattam, és mondom, Csabikám, köszönöm, hogy ezt így mondtad, nem akartak megszakítani, mert annyira, Te tök jó volt hallgatni egy Mennyire kébe vagy mennyire profin a folyamatot, hogy én is megértettem, úgyhogy nem vagyok szakmabeli, szakma és ez ezért nagyon jól eset, így hallgatni, hogy hogy azt érzi az ember, hogy jó ezekbe kerül, hogy biztonságban van, hogy hogy a, az őházát úgy gondolsz rá, mintha a sajátod lenne. Pontosan. Tehát, amit most az előbb mondtál, el ez akartam csak visszajelezni, van. amikor azt mondtad, hogy neked legalább olyan öröm, ha nem nagyobb, mint a megrendelőnek, amikor ebből valóság amikor elkészül, lesz. pontosan, így van. Igen, ezzel sokan jönnek, hogy olyan vehemenciával vetem bele magam, és a másik az, hogy elkezdek egy munkát, akkor ö, nekem van, hogy annyira megtetszik, hogy egyszer nem tudom abba hagyni. Tehát, tehát elkezdek rajta dolgozni, dolgozok este 10-ig, 11-ig, lefekszek, nem tudok elaludni, mert jön egy még egy kép, hogy ú, ott az de jól néznek, és akkor én vissza felkerek bekapcsolom a számítógépet, és mondjuk hajnali háromig csinálom utána ugyanúgy, és Isten igazából nem azért, mert most határidő lenne, vagy valami, hanem egyszerűen annyira magával ragad ennek az alkotásnak a folyamata, hogy észre se veszem, hogy mondjuk hány nap, vagy hány óra telik. Ez a másik része, ami miatt elhívtalak most túl azon, hogy 20 éves barátság a miénk, és hogy ez a változás, vagy ez az út, amit próbáltam azért nem túl meredeken ábrázolni, de szerintem partner voltál abban, hogy láthassák azok, akik velünk tartanak most, hogy azért hát jócskán két végén égetted, vagy égettük íha, én is. Íha. És hogy ez volt az egyik része, amit szerettem volna megmutatni, hogy igenis, ebből is lett cserebogár példa, amit te mondtál, hogy miből lesz a cserebogár, uh -huh. hogy igenis eljutottál oda, és még kifejezetten nagyon is fiatal vagy, tehát hogy még előtted van az a perspektíva, hogy ezért is kérdeztem a víziót, ami nekem teljesen kielégítő válasz volt, hogy azt mondtad, hogy nincsenek ilyen ambícióit, hogy múzeumot tervezve, nem tudom, mi, hanem egyelőre megéled azt a pillanatot, pillanatot, amiben vagy, élvezed ezt a folyamatot, hogy Igen. ennyire, ennyire flowban vagy, amiről beszéltél az előbb, hogy megszűnik a téridő. Szerintem ez fantasztikus. Tehát ez volt az egyik része a másik. Pedig az a szakmaiság, amikor arról beszélünk, hogyha valaki a szenvedélyét megtalálja, akkor nem a határidő vagy a külső dolgák fogják őt pusolni vagy kényszeríteni, hanem egy belső drive, egy belső ösztönzés lesz, hogy úristen, az ott milyen jól fog kinézni. És ez olyan jó, hogyha aki arra nyitott, ezt, ezt, így látja és érzi, és lehet, hogy először így vagy így is lehet. De amivel te is Pontosan, a legelején, hogy hányan is, vannak vajon, akik tényleg így élik, hogy nem azt érzik, hogy még három órát kell dolgoznom, vagy mikor lesz már hétvége végre, hanem azt érzed, hogy imádod. Én például így vagyok ezekkel a beszélgetésekkel, Pontosan, mert, igen, mert én tudom. úgy vártalak téged is, úgy várom az összes ilyen alkalmat, hogy, 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 hogy had, had tudjak meg minél többet, minél meg hadd adjuk át ezeket a követendő példákat. Ugye szerintem ez fantasztikus, hogy ezt éled meg, hogy a saját belső szándékot hajt, így szenvedélyet így, hajt a ha gyakorlatilag pontosan ezt nagyon jól mondtad. És szerintem ez az egyik legjobb dolog az életben, szerintem, ami rátalálhat az emberre, tehát ö, egy olyan élethez, amit mondjuk szeretne boldogan megélni. Szerintem ez az egyik legfontosabb, és azért mondom, hogy én ennek nagyon örülök, hogy nekem ez sikerült megtalálni. És, és tényleg, ha kérdeznéd, hogy mi a sikertitke, szeretni kell, amit csinál szerintem. Teljesen mindegy, mit csinál az ember. Hogyha azt minden nap fel kell, és úgy tudja csinálni, hogy az neki nem nyűg az, az, az neki ki egy olyan dolog, hogy mondjuk a hideg kirásztől, tőle, mert engem a mai napig, tehát hogyha egy szép házat alkotok, akkor szerintem ennek mindenhol megvan az eredménye, elő vagy utó. Nekem nyilván nem volt hosszú idő, nem régóta csinálom ezt, ugye 6-7 éve vagyok építészmérnök, előtte ugye iskolába jártam, nem nagyon ismertek, viszont, viszont Annyi, érzelmet, annyi, annyi, annyi energiát tettem ebbe az egészbe, hogy ahogy te is mondod gyakorlatilag, sokan úgy jönnek ide, hogy figyelj Csaba, láttuk, tudjuk milyen vagy, elmond mondták, csak veled szeretnénk tervezni. Inkább várunk. És inkább várunk. Na van, itt van az, igen. amire majd 20 perccel ezelőtt tartottunk, hogy, hogy, hogy miért van az, hogy várni kell. Szerintem mostanra már mindenki számára egyértelmű. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Csabikám, hogy itt voltál. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehet. Szívből gratulálok minden eddigi sikeredhez, és azt kívánom, hogy ezt a, ezt a flow érzést vidd magaddal tovább ebben a szenvedélyes folyamatban, amikor álmodsz és alkotsz. Ezt csodálatos nézni és gondolom még inkább megélni, úgyhogy nagyon büszke vagyok rád a barátságunkra, és kívánom, hogy továbbra is valós is meg minden által. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm, hogy meghívtál Péter, mert nagy megtiszteltetés nekem is. Nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok velünk, a jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!